MTV.hu. Élmény és vélemény Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni? Sziasztok, ez a tudományos és fantasztikus podcastünk 20. adása, mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ahogy azt az előző adásban ígértük, ma a Carl Sagan azonos című regényéből, Csodi Foster főszereplésével készült és Robert Zemeckis által dirigált, 1997-ben a mozikba került kapcsolat című filmet beszéljük ki, ám előtte jöjjenek az elmúlt időszak számunkra legérdekesebb tudományos és fantasztikus hírei. Érkezik a Parallaxis hírblokk. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis. Köszöntöm állandó beszélgető társaimat, Miklós, aki fizikus, és Csabát, aki mérnök. Sziasztok! Nézzük is az első hírünket a napot még soha nem látott közelségből és szögből vizsgáló Solar Orbiter műhold február 10-én indult 7 éves útjára a floridai Kennedy űrközpontból. A projekt résztvevője Erdélyi Robert, a Sheffield Egyetem és az Elte csillagász professzora. Én is köszöntöm a hallgatókat, és igen, hát ez mindenképpen egy érdekes dolog, ez, ez a Solar Orbiter, mert hát ugye mind, mi is a nap körül keringünk, nem? Tehát akkor fölmerülhet a kérdés, hogy most miért, ke mi mi miért kell itt produkálnunk magunkat, hogy mit tud a napról megvizsgálni egy űrszonda. És hát itt tényleg az a nagy vaszizd hogy ez az űrszonda egy olyan pályára fog állni a nap körül, ami egyáltalán nem a föld meg a bolygó keringési sikjában mozog, hanem a végén olyan pályára kerül majd néhány év múlva, a, mondtad, hogy 7 év, ugye valami ilyesmi, ilyesmit hallhattunk, tehát 7 év után érjen azt a végleges pályát, ami 20-25 fokos szöget zár be a Földnek a nap körüli keringési síkjával, vagyis az ekliptikával, és ez lehetőséget ad majd ennek az űrszondának arra, hogy bekukocskáljon a napnak a pólusai vidékére, tehát megnézhesse a napnak úgymond az északi vagy a déli sarkát, és hát ott aztán nagyon csuda dolgokat fognak majd látni a csillagászok, koronakitörések, meg a napnak a, a plazma légkörének a munkája, az egy csomó szempontból onnan látszik a legjobban. Arról nem is beszélve, hogy valóban jó közel kerül a naphoz ez az űrszonda, mert olyan pályán fog közlekedni, hogy, hogy a, a, a közeli pontja, annak a nap közeli pontja az a föld-napföld távolságnak kevesebb, mint a harmada, mi persze még mindig nincs olyan rettenetesen közel, hogyha belegondolunk, hogy a nap átmérője az nagyságrendileg olyan egy másfél millió kilométer, az rohadt nagy, ugye? Tehát az több mint négyszer nagyobb, mint a holdföld távolság, és az csak maga a nap átmérője, de mi meg 150 millió kilométerre keringünk tőle, tehát hogyha még harmad olyan közel megyünk, mint ahogy most vagyunk, mondjuk 50 millió kilométerre, az is azért még rohadt messze van a naptól, de hát azért onnan már háromszor akkorának látszik a napkorong, mint itt, és hát egy nagyon érdekes szögből lehet megnézni, tehát ez mindenképp egy izgi küldetés lesz, Persze nem az első eset, hogy a napot ilyen irányból meg lehetett nézni az űrkutatás történetében, hanem a második, és az a vicc, hogy egy ilyen beteg pályát elérjen egy űrszonda, ahhoz a Vénuszhoz el kell repülnie, és akkor ezzel tud kilendülni a naprendszer fősíkjából. Szóval ezért ez egy bonyolult repülés lesz, és ezért tart 7 évig, amíg rendesen odaér, ahova kell. Ez a 25 fok, ez tényleg nem tűnik soknak, mert ez egy lapos szög, de azért szerencsére pontosan annyit számít, hogy ezzel ténylegesen rá tud látni a napnak arra a pólusvidékére, ami tőlünk sose látszik. Tehát, a, és, 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 nem csak tőlünk, hanem kb. az összes bolygóról se. Hát a naprendszer az egy olyan jószág, hogy az összes nagy bolygó, meg benne az összes űrszonda, amit felkültünk, úgy kb vagyis a 99 uk azok mind-mind egy síkban keringenek. Tehát a, a naprendszer fő síkja az nagyon, tehát az összes bolygó keringési síkja az lényegében majdnem egybeesik. Majdnem. És akkor, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 5 fok plusz-minusz, tehát semmiképpen sem lók ki az ekvitikából. főleg mióta a Plutót nem tekintik bolygónak. A Plutónak azért volt egy erősebb pályahajlás de hát ő már nem bolygó. Tehát azt a kijelentést megtehetjük, hogy a naprendszer nagy bolygói azok gyakorlatilag síkban keringenek, és ezért aztán a napnak a pólus vidékére sose látnak rá. Na majd most jól lát rá látnak. Olyan közelségben, ahova megy, ott milyen meleg van? Az egy, egy baromi érdekes kérdés, mert hát gyakorlatilag persze vákú van ottan, ahol van, de a napnak van egy kiterjedt koronája, a napkorona. Azt tudjuk, hogy a napfelszíne az 5 6000 fokos, tehát a napfelszíne, amit mi látunk, a fotoszféra, az a rész, ahonnan a fény a szemünkbe jut, az csak idézőjelben, csak 5-6 ezer fokos, az annyi kb. kicsit melegebb, mint a Wolfram szál, amit látunk a, a villanykörtében. Tehát ez nem egy annyira rettenet, viszont a fölötte levő naplékkör az 1 millió fokos is lehet. És képzeljétek el, annak ellenére, hogy persze rettenetesen ritka, tehát nyilván egy nagyon legjobb földi vákumnál is sokkal ritkább környezet, de értelmezhető benne a hőmérséklet fogalma, és az egymillió fok. És képzeljétek, hogy ez attól annyira rettenetesen meleg, hogy alatt a rotyog a nap, mert a nap az bugyborékol folyamatosan, a nap felszínét, ha megnézitek, tele van ilyen bugyborékokkal, egy konvektív zóna van ott, és folyamatosan rotyog a napfelszín, mintha főznék, és ez annyira hangos, vagy ez a hanghullám, ezek a hanghullámok, akusztikai lökéshullámok melegítik fel ilyen rettenetesen melegre a naplékkört, ami baromi kiterjedt, tehát többszörösen a nap átmérőjének, és ebbe bizony már az is lehet, hogy valamilyen módon akár már közelébe is repülhet egy ilyen űrszonda, mint mondjuk ez, vagy a Parker Solar Probe, ami szintén nemrég indult másik nagy napszonda. Ez a két űrsonda, ez mindenképp fogal, forradalmasítani fogja tehát a naprendszer. Alkotott, és a napról alkotott képünket. Mit uh, tudunk Erdély Robert munkásságáról ebben a projektben? Hát én azt tudom, hogy igazából egy a Sheffield Egyetem kutatója is, meg az RTJ is. Egy ilyen projektben egyébként persze rengetegen dolgoznak, most őszintén szólva én nem tudom, hogy ő mit csinál, pedig megpróbáltam utána járni. De, de de az az igazság, hogy én erről nem tudok sokat. De az viszont egyáltalán nem meglepő, hogy ebben vannak magyar résztvevők, hiszen annak ellenére, hogy ez az Egyesült Államokból indult, ez a szonda, ez az Európai űrügynökségnek a programja. Az amerikaiak csak vállalták az indítást az adatokért cserébe. Tehát az történt, hogy az Európai űrszondát az amerikai rakétával az amerikai földről indították. Tehát ez egy ilyen barter tulajdonképpen. És igazából ez egy európai projekt, döntően európaiak a vezetőkutatók, és Magyarország is az Európai Űrügynökség tagja. Tehát valószínűleg még a Roberten kívül még több magyar résztvevő is van ebben a projektben egyébként. És persze sajnos nem tudom kicsoda, ki de az biztos, hogy ő ugye Angliában van, és az angolok elsősorban a plazma elemző műszert és a mágneses térmérő műszert fejlesztik ehhez az űrszondához, tehát nyilván ezekben a projektekben vesző részt. Ha esetleg hallgatja a műsort, vagy olyan, aki részt vesz ebben a projektben, akkor nyugodtan jelentkezzen nálunk, nagyon szívesen beszélgetnénk vele. Menjünk is tovább. Egy friss tanulmány szerint egy eddig meghatározhatatlan forrás küldi az óramű pontossággal 16 napos ciklusokban érkező rádióüzeneteket 500 millió fényév távolságból. Ez az első olyan eset, hogy az úgynevezett gyors rádiókitörések periódikusan érkeznek. Nem lehet ez pulzár, vagy valami ilyesmi? Nem, ez Van 16 pu a... napos pulzár. Szerintem nincs. De, de pont ez az, és egyébként ez egy marha jó átkötés ugye a témánkhoz, hiszen bizony, hát mi más lehetne, ami ezt küldi, mint IT. Hát azért sok minden más is lehet. De azért az tényleg döbbenetes, hogy ez egy ilyen 16 napos periódus idő. Pulzárok, nagyon jól mondod, azok olyan csillagászati objektumok, amik egyébként most már tudjuk, hogy neutron csillagok, de amikor felfedezték őket, akkor ezt nem tudták akkor azt tudták csak, hogy rádióforrások, amik a nevüknek megfelelően pulzálnak, és egyenletes, nagyon egyenletes időközönként rádiójeleket küldtek. Először az első ilyen pulzárt, amit megtaláltak még a 60-as években, ezt el is nevezték LGM1-nek, ahol LGM az a Little Green Man, vagyis a kicsi zöld emberkék rövidítése volt, hiszen rögtön erős volt a gyanú, hogy ilyen szép szabályos jelet csak egy értelmes lény küldhet, de azok rendszer, rendszerint sokkal gyorsabbak ennél. Sőt, vannak olyan pulzárok, amik akár milliszekundumosok is lehetnek, tehát hogy egy másodperc alatt mondjuk ezret vagy néha több százat fordul a tengelye körül ez a neutroncsillag, amiről már tudjuk, hogy van neki egy ilyen mágneses tere, ami nem esik egybe a forgás tengelyével, és emiatt aztán néha pont a Föld irányába esik az a rádió nyaláb, az a jet ami kijön a mágneses pólusai felől, miközben forog, és ha olyan szerencsénk van, hogy ez pont a Föld látóirányába esik, akkor azt egy nagy rádiójelként érzékeljük. Na itt is valami ilyesmi történhet, de most itt az az érdekes, hogy egyrészt ez rohadt erős, hiszen mondtad, hogy ez egy fél milliárd félnyévnyire levő galaxis, tehát iszonyatosan messze van, ahonnan ez jön. És másfelől pedig 16 napos periódus idő, az, az, az egy kicsit pulzárnak az él lassú. Tehát gondoljunk bele, hogy a neutroncsillagok azok néhány kilométer átmérőjű pici objektumok és ők úgy keletkeznek, hogy egy csillag felrobban, és az önnek a hatalmas csillag, és visszamarad a neutron de az sokkal-sokkal kisebb, mint a nagy csillag. Mondtuk, hogy egy millió kilométer átmérőjű simán lehet egy csillag, vagy ha egy fehér törpe, akkor százszor ekkora is lehet, vagy mégis egy vörös óriás akarom mondani, a százszor ekkora is lehet, de amikor felrobban a csillag, marad utána egy neutron akkor ez a neutron csillag megörökli, a perdületnek egy tekintélyes részét, viszont ő sokkal kisebb. Ugye tudjuk, mi történik a balerinával, amikor behúzza pörgés közben a kezét, felgyorsul. Most emiatt aztán a neutroncsillag, ami egy óriási csillagnak a perdületét örökli meg, iszonyatosan felgyorsul. Ami azt jelenti, hogy olyan neutroncsillagot még senki nem látott, ami 16 nap alatt fordul meg a tengelyek körül. Néhány percek, órák, másodpercek, millisekundumok, azok úgy rendben vannak, de 16 nap, na az nem olyat még senki nem látott, úgyhogy ezért aztán senki nem tudja, hogy ez mi. Ez benne az izgi. Ha itt üzen, akkor azt 500 millió évvel ezelőtt küldte el, nem? De, de, így van. Tehát 500 millió fényévről érkezik, ez azt jelenti, hogy ezek a jelek 500 millió éve indultak útnak, amikor bizony még a dinoszauruszok se éltek erre felé. Maradjatok velünk, mert a parallax is azonnal folytatódik. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak. Kattints a podcast.ntv.hu oldalra, és hallgasd a műsorainkat bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön. Például az Impulzus Podcastet. Túl a századikon, de messze még a küldetés vége. A meghajtás impulzus a cél a legvégső határ az Őrszekerek Közösségi Flotta hetente megjelenő hiánypótló és Magyarországon egyedülálló podcastjében a Körkféle eredeti, a Discovery és a Pikár csorozatok, illetve a mozifilmek kiveszélése mellett különleges adások és meghívott vendégek gondoskodnak a Star Trek hangulatáról. Merülj el Gene Roddenberry világában a Impulzus podcasttel! Impulzus.őrszekerekflotta.hu Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu riadó, Nem látja egyet? Azt hiszem megkívásolom a portálvetőt. Ez itt csak nem a parallax is. Hát szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, én Csaba vagyok, ha emlékeztek rá, akkor még a műsor elején én is belettem konferálva Ádám által, és képzeljétek el, hogy szégyen szemre én most láttam először a kapcsolat című filmet, és át is ment rajtam ez az egész, mint egy úthenger, mert nem vártam, hogy itt be lesznek dobva a létkérdésének legmagasabb szintű topikjai. Ugye itt van tudomány és hit, terrorizmus, hol van a helyünk a kozmoszban, család. Gyakorlatilag két és fél órában sikerült annyi tartalmat belesűríteni, hogy egy, egy iszonyúan vastagon tele van elgondolkodnivalóval ez a film és nem nagyon voltam erre felkészülve, úgyhogy nekem ez ebből a szempontból nagyon tetszett. Ilyen dilemmákat hoz föl újra és újra a film, és azt is mondhatnám, hogy ilyen csapongó mederben teszi ezt néha, de mindig az valami kapaszkodót a, a nézőnek. Én azt vettem észre, hogy például a, a végén is ugye mondhatták volna, ha már rögtön ugorhatok, hogy hát most vagy megtörtént az, amit a Jodie Foster átélt, vagy nem, de azért oda tették a készítők, hogy ott van az a, az a videókamera, ami ha nem is rögzített semmit, csak statikus zajt, de az 18 órán keresztül rögzítette, tehát itt szerintem a készítők leteszik a garast azzal kapcsolatban, hogy nekünk hogyan kell értékelnünk a látottakat, és mit kell belelátnunk. Ez egy kicsit, megmondom őszintén, már nem annyira jött be nekem. Lehet, hogy... Akkoriban persze ezt nem nagyon lehetett elképzelni. Most már új produkciókban, sorozatokban, Leftoversnek a vége. Például a kokáért olyan, hogy száz százalékig a nézőre van bízva, hogy elhiszi-e, amit mondjuk az egyik főszereplő mond, vagy nem. Semmilyen kapaszkodó és semmilyen segítség nincsen. De ugyanígy az, az Inception című filmnek a végét is mondhatnám. Itt lehet, hogy ez a korral jár, viszont a, a korral az is jár, hogy sokszor szokta mondani, ami korosztályunk, hát nem akarom magunkat öregnek tekinteni, de azért elő előfordul, hogy így, így elszóljuk magunkat, hogy hát akkoriban azok a filmek még azért tartalmasabbak voltak ott a 90-es évek meg 80-as évek környékén, és ez erre a produkcióra fokozottan igaz. Nem tudom, ti ezt egyébként mikor láttátok először az életetekben, és milyen élmény volt, amikor ezt először így végignéztétek, és számítottatok erre, hogy ilyen fasz dolgok lesznek benne? Ami engem illet, én ezt körülbelül 2000 tájéken láthattam, és ez azért volt jó, mert ez egy olyan vetítés volt, ami a Magyar Astronautikai Társaság szervezett, aminek akkor az elnöke Almár Iván volt, aki egy nagy magyar csillagász, és egyébként a SETI bizottságnak, a Nemzetközi Csillagászati Unió SETI bizottságának, és akkor már mondjuk ki a SETI, ez a Search for Extraterrestrial Intelligence rövidítése, vagy tehát a kutatás a Földön kívüli értelem után. Ez egy komoly tudományos valami, hogy erről szól a film, ez létezik, és en, ennek az egyik magyarországi gurúja, meg hát a világon az egyik legelismertebb szakembere Almányi és ő volt ott, és tartott egy előadást, mert neki akkor tájt jelent meg a könyve, amit mindenkinek ajánlok, az a címe, hogy A Szeti Szépsége. És besz volt erről egy beszélgetés, és utána egy vetítés. És a vetítés keretében meg lehetett nézni ezt a filmet. És hát persze egyáltalán nem csalódtam, tehát nekem ez egy nagyon világnézetformáló élmény volt, mert pont akkor, pont akkor jött ez a film, amikor a legfogékonyabb az ember az ilyesmikre. Tehát igen, Csaba, te most láttad, ugye? Sose késő. De én akkor 12 -t éves voltam, uh, vagy, vagy, vagy igen, tehát valahogy így, hogy 12-13 éves, amikor ezt a filmet bemutatták, és ugye én egy-két évvel később láttam, tehát ez kirázott a hideg, hogy, hogy ez akár meg is történhet, és valójában ez tényleg eléggé realisztikus ilyen értelemben, hogy én is valahogy ilyesminek képzelném el ezt az első kapcsolatfelvételt. Szóval sok szempontból nagy élmény volt ez nekem. És Ádám, te ezt, te hol, 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 mikor? Te emlékszel arra, hogy te ezt hol láttad először? Te minden filmet mindig megnéztél régen. Igen, ez érdekes, mert most annyira nem jellemző rám, de régen így volt valóban. Én is körülbelül olyan éves voltam, mint te, csak én nem ott láttam, hanem képzeld, a, Patakiból a Szabó Ervin könyvtárból kölcsönöztem ki, VHS-en emlékszem rá. Oh, de jó. Nem tudtam, nem tudtam, hogy mi ez kapcsolat, meg űr, meg ilyesmi, amennyire egy VHS-tok annak idején elmondta a történetet, annyira, annyira, megismertem, és óriási hatást gyakorolt rám. És ugye azóta, ahogy ugye teltek az évek, és, és megismertem a világot, és ugye megtudtam, hogy ki az a Carl Sagan, meg stb. Voltak, egy, voltak ilyen nagy felismeréseim, hogy, hogy, még, még jobbnak élem meg ezt a filmet. Néhány évente meg is szoktuk nézni a párommal, úgyhogy, sőt szerintem az amúgy évente, Úgyhogy nagyon jó volt, és egyébként nagyon érdekes dolog jutott eszembe a Csabi felkonfiában, politika. Politika az kimaradt, pedig szerintem egy nagyon-nagyon fontos momentuma ennek a filmnek, mert valójában azért mindannyian azt gondoljuk, hogy ez ma is így történne, de engem nagyon-nagyon érdekel, mert hogy én nem olvastam az eredeti könyvet, hogy, hogy miben más, miben tér el, mint a film. Hát most ezt úgy, úgy, úgy értelmezem, hogy ezt nekem címzed a kérdést, mert szerintem három közül én vagyok az egyetlen, aki olvasta a könyvet. És, és most, most éppen itt van a kezemben. Egyébként igyekeztem nagyon gyorsan újra olvasni az elmúlt napokban, mert hát ezt majdnem olyan rég olvastam, mint amikor a filmet láttam. Hát az alapkoncepció az lényegében ugyanaz, nagyon sok elemét tök jól leköveti a film. Most a történetben persze vannak eltérések, ez egyrészt abból is fakad, hogy a könyvet még a 80-as években írta meg a szegen, és természetesen nem emiatt akkor még ment a hidegháború. Tehát a könyvben az is egy szál, hogy a szovjet csillagászok is benne vannak, és a szovjet Udió is természetesen akar építeni egy ilyen eszközt, meg persze a szovjet csillagászokat nem lehet kikerülni, hiszen a föld ugye forog, tehát csak a szovjet meg az amerikai csillagászok együtt tudják megoldani azt, hogy folyamatos legyen a vétel, hogy folyamatosan vegyék a Vega felől jövő adást, hiszen ugye ahhoz sok rádiótáv kell, mert a Föld az ugye et forog, mint ahogy az is A filmben is elhangzik, ugye? Igen, Én igen, igen, így van, így van. Igen, ott ott ugye az, az Ausztrálok. Az ausztrálok az. Igen, van. az Ausztrálok vannak kezdődő hozva. Azért a filmben is megjelenik a poszt-szovjet űr tevékenység, ugye a mirűrállomáson keresztül, ahova egyébként ez az érdekes személyiség, ez a Haddon fölmegy, de, de mondjuk a legfontosabb, a, a, ez a terrortámadás meg a második kütyű megépítése is benne van, egyébként a harmadik kütyű az, mert a könyvben a szovjetek nem tudják megépíteni valami nyilván, hát el-oroszoskodják el, el a dolgot szegénykéim, tehát az van, hogy rossz minőségű anyagot szállítanak, nem készülnek el időben, nehezen tudják összeszervezni, tehát a, a szovjetek is akartak volna maguknak építeni egy ilyet, az nem jön össze, viszont az amerikaiak megépítik, ott, de ott is ugyanúgy, mint a filmben történik egy ilyen terrorakció, és a japánnak az a harmadik. És akkor végül azzal indul el a legénység, mert a könyvben az máshogy van, a könyvben öten utaznak el erre az útra, mi egy nemzetközi csapat, tehát ott van természetesen a főszereplő, Elie Rövei, rádiócsillagász nő, akit egyébként teljesen egyértelmű, hogy Jill Tarterről mintáztak, aki a, 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 SETI kutatásnak az egyik vezetője volt, és egyébként 2002-ben őt a Discover magazin az 50 leg, legnagyobb hatású női tudós körébe választotta, persze ezzel ne lehet vitatkozni, de de az biztos, hogy nagyon nagy hatású csillagász hölgy, Jill Tarter, és Carl Sagan nem is csinált titkot abból, hogy róla mintázta ezt a karaktert, ezt a rádiócsillagász hölgyet, de ő csak az egyik a könyvben, megy vele egy orosz, meg egy indiai, meg, meg, meg tán egy francia is megy velük, meg egy kínai, tehát így öten mennek, és mind az öten átélik ezeket, és ezeket a furcsaságokat, Persze a könyv az belemenősebb, mert többet ír a féregjáratokról, meg az egészről, de az nagyon jó pofa, és az a könyvben átjön, és a film az egyáltalán nem megy ennek utána, hogy a, ugye a könyvből ugye egyértelműen kiderül, a filmben csak utalás szintjén, hogy az IT, e akivel találkoznak ezek az utazók, ők mondják, hogy vannak ezek a féregjáratok, amik összekötik a világegyetem különböző pontjait, de hogy azt kiépítette, azt senki nem tudja. De hogy ez egy előttük járó, sokkal ősibb, sokkal magasabb rendű entitás volt. Aztán, hogy az Isten vagy egy régebbi civilizáció, azt már mindenki interpretálja úgy, ahogy akarja, de azt a hintet elmondja nekik íté, e. Hogy ez az ősi civilizáció, ez magában a matematikában rejtett el üzenetet, üzeneteket, például az ilyen transzcendens számok, például végtelen tizedes törtek, például a Pi számjegyeiben. Tehát, hogy képzeljünk el egy olyan intelligenciát, akinek olyan ereje van, hogy, hogy nem csak az univerzumot tudja átalakítani, hanem magát a matematikát is. Amit mi természetesnek veszünk, hogy 2 meg 2 egyenlő négy, de hogy lehet, hogy volt valaha előttünk egy olyan iszonyatosan magas szintű civilizáció, aki még ebbe is bele tudott piszkálni. És a könyv az így ér véget, hogy N erővé az utazás után jóval, egy skriptet, ami nagyon-nagyon sok tizedes jegyig ki tudja iratni a P-t, és akkor ezt, ezt 11-es számrendszerbe berakva, meg egy táblázatba rendezve a nagyon sokadik száz csilliómodik számjegytől kezdve a P-t, akkor az kirajzol egy szép kört, ilyen raszterezett kört, az a nagy számtáblázat, és, és, és ebben egy ilyen bizonyítékát leli annak, hogy üzenet van elrejtve a, a magának, a matematikának az mély rétegeiben. Tehát, hogy ez, ez a leg, legmagasabb szint, ameddig eljuthat egy civilizáció, ez egyáltalán lehetséges. Ez nekem speciál hátborzongató, ebben sose gondoltam volna bele, tehát abban gondoltam, hogy egy szuper civilizáció, az mit tudom én, Kardashev 3-as, 4-es civilizációk, mit tudom én, vontatnak galaxisokat, vagy én nem tudom, mit csinálnak, de hogy magába a matematikába belepiszkáljanak, azért az, az már, az már, az nagyon god mód, tehát az már aztán tényleg, és, 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 hát ezt nem lehet megfilmesíteni, tehát ez nem jön át jól, hogy nyilván ezt a szállat, ezt leszették a filmből egyébként. Nagyon okosan csinálták ezt a filmforgatókönyvet szerintem, tehát csak pont annyit vettek át a könyvből, amit még úgy be lehet nyelni, tehát még így, így is egy kicsit sűrű lett a dolog, ahogy a Csaba mondta, hogy ilyen nagy kérdések feszegetése megy végig. De hát a könyv az még ilyenebb. Valahogy felsejlik bennem a csillagkapusorozat, nem, Csabi? Abszolút. Abban az értelemben sejlik nekem föl, hogy szóba hoztad a politikát például, amikor megjelenik a kormány. Nem tudom, erre gondoltál-e. Nekem még az X-akták is felsejlik ilyen szempontból. És pont ezt a kérdést szerettem volna nektek föltenni, hogy egy filmben, vagy egy sorozatban, vagy egy ilyen produkcióban, nyilvánvalóan nem örülünk a kormánynak. Érzelmileg nem az ő oldalukon állunk. Amikor azt látjuk, hogy itt van a szimpatikus Miss Erove, a, a nő, aki, aki, tényleg fekszik a sivatagban, és, és 8 éves kora óta már elhatározta, hogy hogy ezzel szeretne foglalkozni, meg minden. De azért tegyük föl magunknak a kérdést, próbáljunk meg beleállni, hogyha ti lennétek a kormány egy ilyen horderejű történést Rábíznátok az emberiségre, hogy vagy összeomlik tőle, vagy nem, vagy azt látnátok jónak, ami a filmekben történik, hogy minél jobban próbáljuk meg ezt óvatosan és akár titkosan kezelni ennek a, ennek a dolognak a súlyát. Megérett szerintetek az emberiség arra, hogy ilyenekről konzultálhasson, vagy ilyeneket fontolhasson meg mindenkire tartozik az, hogy ha jön valaki és föl szeretné venni velünk a kapcsolatot, akkor be kell vonni mindenkit? Szerintem egyébként igen, de nem tudom, hogy hogy lehetne ezt megtenni. Szerintem egyértelműen igen a választ, bár az emberek reakciója szerintem ugyanilyen lesz, de egy, mondjuk egy ilyen jellegű kapcsolatfelvételt azt azért nehéz lenne eltitkolni, mert hát főleg most... De most mondjuk le lehet itt. Tehát tételezünk fel egy olyan esetet, amit el tud a kormány simán kendőzni. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy, egy tiszta kérdés ilyen szempontból. Biztos, hogy biztos, hogy letagadnák, és minden nemzetbiztonsági titok, és persze, hogy ne, hogyne. De akkor honnan tudjuk, hogy most nem történnek ilyenek a. a ilyen in black szerű dolgot képzelek most el, hogy például itt hármunk közül valaki ufó, vagy valami, tudjátok tehát, hogy így sen, semmi sem az, aminek látszik. Hogyha a rossz hiszemű megközelítésből indulunk ki. Igen, ez egy, ez egy nagyon hálás téma, hogy itt a Carl Sagan vonal, ami egyébként uralkodó volt, én azt mondom, a SETI programban, a nagyon sokáig, meg talán most is, az egyértelműen jó szándékot feltételezett it ről vagy semlegest. Mint hogy ez a filmben is elhangzik, hogy egy sokkal fejlettebb civilizációról van szó, minden valószínűség szerint, akihez képest mi olyanok vagyunk, mint a hangyák, tehát nyilván most igazából nem is foglalkozna velünk úgy Isten igazából, nem feltétlenül akarna minket gyarmatosítani, de hát a Stephen Hawking például ennek mindig a tök ellenkezőjét mondta és gondolta, és hát valójában nem, nagyon... Nem nagyon... ne, akarjunk, ne akarjunk találkozni. csak egy kicsivel is fejlettebb fajjal, aki odakint van, mert akkor rossz vége lesz, ha jól idézem a Igen, pontosan. Na most mi közben, ahogy itt beszélgettünk, én előkaptam az Almár Ivánnak a legendás könyvét, amit emlegettem, a Szeti Szépségét, és ott kinyitottam azon az oldalon, ami a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia Szeti Bizottságának határozatait mutatja arra, azzal kapcsolatban, mondja ez a nemzetközi csillagászatokból álló, csillagászokból álló szervezet, de nem egy kormány szervezet, még egyszer egy szakértői szervezet, de megfogalmaztak bizonyos alapelveket, hogyha megtörténik egy ilyen felfedezés, akkor szerintük hogyan kellene eljárni. Tehát pont ez az, hogy most akkor valaki felfedez valamit, mi legyen a nyilvánossággal, meg a többivel. Mondom még egyszer, hogy ez 1987-ben született ez a deklaráció, úgyhogy természetesen sem kötelező érvényű, vagy semmi ilyesmi, de nézzük, mik vannak itt. Első pont. Azt mondja, bármely egyén intézmény vagy hivatal, amely új, úgy véli, hogy jelzést, illetve egyéb bizonyítékokat talált a Földön kívüli intelligencia létére, törekedjen arra, hogy mielőtt bárkit tájékoztatna, egyértelművé tegye annak nem természetes és nem a mi civilizációnktól származó eredetét. Oké, okay, nyilván. Kettő. Mielőtt a nyilvánosság értesülne erről, hogy megtörtént a felfedezés, a felfedező sürgősen tájékoztassa az ezen deklarációt elfogadó kutatókat és szervezeteket, hogy azok független módon igazolhassák a felfedezést. Tehát nem a kormányt, nem a többi kutatót, hogy ők is nézzék meg távcsövekkel. És ezt a filmbe Azt... pipálták, ugye? Tehát, így ö... van. Persze. Rögtön. Már csak azért is, hiszen ugye forog a Föld, tehát nem is tették volna másként. Tehát a film az pipa az követi ezt a dolgot. Utána a harmadik, ha a felfedezés hiteles, akkor a világ csillagászai kapjanak részleges, részletes tájékoztatást a Nemzetközi Csillagászati Unió honlapján keresztül. Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek is kapjanak tájékoztatást. Harmadik pont még így, szó sincs arról, hogy az ország kormányát értesítsék, ahol történik a felfedezés, rögtön az ENSZ-t. Utána jön az ötödik, minden adatot a tudományos közvélemény elé kell tárni, és aztán utána mik vannak még itt. Ez egy fontos, nyolcadik pont. Semmiféle választ nem küldhető megfelelő nemzetközi konzultáció nélkül. Na de hát, hogy mi az a megfelelő nemzetközi konzultáció, az ugye jó kérdés hát ugye ezt nem részletezi a deklaráció, és hogy szakemberekből kell hozni egy nem, tehát szakemberekből kell létrehozni egy nemzetközi bizottságot, amely szükség esetén munkába kezd, és foglalkozik a felfedezésre vonatkozó mindenféle megfigyelés és bizonyíték elemzésével és értékelésével. Tehát mindenképpen nemzetközi. Tehát ezt a naív csillagász lelkek, ezt így, így találták ki, és a szeti programokba hogy nyilván ennek megfelelően, ha egy SETI program találnám meg, és nem az, hogy véletlenül egy katonai csapat rábukkan egy erre, hanem egy tényleg egy célzott SETI programban találnak meg, akkor ezt a protokolt követnék. Nyilván persze ehhez a hadseregnek is lenne egy-két szava. Hát ez nyilvánvaló. Szerintem ezt speciál jól mutatják ezek a filmek. Tehát igen, nyilván ennek iszonyatos hadászati jelentősége van, hogy kifejti meg ezt, és kirakja össze belőle azt a kütyüt, melyik ország kormánya építheti meg azt az eszközt, ami forradalmasítja az emberiség történetét. Tehát ez nyilvánvaló, hogy, hogy itt ez sokkal magasabb szintű dolog, mint amit ez a csillagász szatban jártas kutatók bájos naivitása tükröz. És hát nagyon idő, időtálló ez a film, mert hát, tehát, hogy így 23 évvel később is ugy, ugyanez kész történik. Tehát, hogy tényleg szerintem, ha ez ma történne, pont ugyanezt látnánk, csak még felfokozottabban, mint amit a film is bemutat. Te jó Isten, de képzeld el, hogy nem Bill Clintonnal, hanem Donald Trumpal. Egyébként az, hát, ugye? <laughs> azért változik a világ. Egyébként az a szenzációs ebben a filmben, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy vannak ezek a bejátszások Bill Clinton bejelentéséről. Na ez igaz? eszembe jutott nekem is, hogy ez hogy van. Na, hogy én tudom, hogy ez hogy kerül oda. Ugye a film az 97-es. Egyébként Carl Sagan 1996. decemberében halt meg. Úgyhogy 97 nyarán jött ki a film, meg egyébként megjegyzett, hogy 97 nyarán szárt le a Marsra a Pathfinder űrszonda, ami aztán az ő tiszteletére a Carl Sagan Memorial Station nevet kapta, tehát nagyon szépen meglett a következő nyáron ünnepelve a Sagan napja. De még egyszer, Carl Sagan 96 decemberében halt meg, és akkor ő még megélte azt, amire én is emlékszem gyerekkoromból, nagyon élesen, hogy 96 nyarán Bill Clinton bejelentette, hogy a NASA kutatói egy Marsról származó bazalt meteoritban életnyomokat találtak. Ami egy nagy horderejű felfedezés volt, azóta se sikerült se cáfolni, se függetlenül igazolni, hogy itt egyértelműen életnyomokról van szó, de minden esetre nagyon könnyen lehet, hogy tényleg. És egyébként ez nagyon beindította a marskutatást, és az azóta is kb. a marskutatásnak a legnagyobb korszakát hozta el ez a bejelentés. És ez olyan fontos bejelentés volt, hogy Bill Clinton úgy érezte, hogy ezt neki kell megtenni, és 1996-ban tényleg megcsinálta ezt a bejelentést, hogy életet találtak, ami és elmondta ezt a szöveget. És ezt a Robert Zemkis meg azt mondta, hogy hát ezt használnunk kell, és bevágta. Eredetileg valakit még be is szervezett, lett, lett volna valaki, aki eljátsza az Egyesült Államok elnökét, de végül nem kellett, mert a történelem megcsinálta. Pont akkor, amikor a filmet forgatták, tehát 96 nyarán. Bill Clinton elmondta ezt a beszédet. Egyébként a film nem bánik kézzel a főhőssel. Egyrészt az elején nem... Velem nem sikerült megszerettetni a karaktert, egészen addig, amíg az a fehérházas sajtótájékoztatós jelenet el nem jött. Azt éreztem egyszerűen, hogy igen, érzelmileg nekem az Eroway mellett kéne állnom, de nem mutatott semmi olyat, ami meggyőzött volna engem arról, hogy igen, azoknak a befektetőknek, vagy azoknak az intézményeknek igenis pénzt kéne arra fordítania, hogy őt feküdjön a sivatagban. Ugye viccesen utalnak is rá, hogy a sivatag papnője, vagy valami ilyesmit mondanak rá. Tehát lehet, hogy itt, itt valami szikrát kellett volna, mert még egyszer mondom, az az érzelmi töltet az benne volt, hogy ő ott az édesapjával is már erre készült régóta, meg minden, de mégsem éreztem azt a, a karakteren, hogy neki ott van a kezébe, és neki tényleg érdemes helyszínről helyszínre járnia. Hogy megtörténhessen ez a nagy áttörés, ami végül is megtörtént. Tehát, ha, ha én ott ültem volna egy ilyen meghallgató bizottságnak a, a soraiban, akkor én sem tudtam volna mit kezdeni vele, és szerintem ettől csak jobb a film. Tehát ettől nekem nagyobb volt a, a beleélésem, és jobban elgondolkodtam az adott szituáción, hogy. Sokkal valósághűbben prezentálta ez nekem, hogy tulajdonképpen miről is van szó. És ugye a végén, amikor megtörténik az utazás, akkor kimondatja vele, hogy nincsen bizonyítéka rá, hogy megtörtént, de korábban ugye láttuk, hogy egy olyan karakterről van szó, aki nem, nem fogad el semmit, ami nem empirikus úton, nem tapasztalati ténykedéseknek az eredményeképpen születik meg. Egy szóval röviden, Amire nincs bizonyíték, nem mérhető meg, az nem létezik. Pedig ugye itt a filozófia könyvekből ismerős kulcsmondatok elhangzanak már, például Matthew McCann-től, hogy hogyan bizonyított be, hogy nagyon szereted például az édesapádat, de felakasztják a hóhért ott a film végén, tehát a, a tárgyaláson nem tud rám mit mondani a Jodie Foster. Ez egyfajta karakterfejlődés persze, de én azt mondom, hogy, hogy ez, ez, a nehezebb úton történő, meg persze ez, ez egyfajta katarzis és egyfajta ilyen csúcsra ért a karakter bizonyos tekintetben, de voltak ennek nem olyan kellemes állomásai is, és ugye az erkölcsi győzelem, meg az, hogy tudja, hogy ő ott volt, és az a 18 órás videó felvétel elkészült, az csak ő tudja, arról a világ nem fog tudni, hogyha jól értettem itt a filmből. Végül is ott a végén látjuk, hogy, hogy tanítja ott a fiatalságot, de nem tudom, hogy ezek után ő rá hogy gondol a világ, vagy hogy mi történik ezután az egész után a filmben, hogy hogy kezeli ezt a világ, hogy oké, okay, építettünk egy több trillió dolláros valami valamit. Egyébként az is vicces, hogy a filmben olyan nagyon gyors léptekkel, rohamtempóban történik ennek a valaminek a megépítése, és az ott nekem kicsit úgy, úgy gyors volt, tehát ott is jól jött volna pár mérnök, aki mondjuk nyilatkozik, hogy aha, igen, tehát ezt azért építjük, meg ez azért forogott, mert ö, valószínűleg az fog történni, hogy. De aztán a filmben is bevallják, hogy senkinek fogalma nincs róla, hogy mi fog történni, csak akkor derül ki, amikor bekapcsolják. És ez a második legyártott építmény ott már sajnos nem jut idő a bábúval lejátszható tesztre, vagy nem tudom, hogy ott mi történik, de egyből élesbe bedobják a Jody Foster-t a szituáció közepébe. Gondolj bele abba, hogy nem magyarázzák el azt sem, hogy most azokat a tervrajzokat ők miből értik, tehát hogy hogyan következtetnek, hogy milyen jelzés, micsoda. De egyébként a Jody Foster karaktere nem tud arról, hogy 18 órányi statikus zajt tehát őt is, őt is, nyilván átbaszták, ja. tehát hogy Fölteted a kérdést, hogy, hogy hogy gondol rá meg erre az egészre az emberiség ezek után? Hát úgy, mint előtte, hogy vagy vannak idegenek, vagy nincsenek. Tehát a film az nem szolgáltat meg, ez a történet nem szolgáltat egyértelmű bizonyítékot nekünk, mint a nép és az emberek számára. Igen, ez, ez tényleg így van, és hát ez nagyon szép, tehát elérkezünk oda, hogy végül egy olyan tudományos élményen ment keresztül, ami kb. megkülönböztetetetlen a spirituális élményektől, és ugyanúgy sem igazolható, sem cáfolható, mint, mint, egy, mint egy vallásos, Tehát egy katastikus... Te hívő lett, ezt mondhatjuk bizonyos, ha nem is hívő, mert így rögtön az Isten hitre asszociálunk, de valamilyen felsőbb spirituális szintre lépett? A hát ős, az, az, az világos, de most egyébként egy kicsit, mint ahogy mondtam, hogy én nekem most nagyon össze is olvad a könyvvel. Ott a könyv az aztán egyértelműen gyakorlatilag olyan magas szintű civilizációt mutat meg, ami gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a világegyetem teremtőjétől. Hiszen mondom, a, aki már magába a matematikába üzenetet tud elrejteni, az a fő programozó, az biztos. Úgyhogy egyébként ilyen értelemben a könyvben még jobban összejön a kettő. Itt a filmben inkább tényleg csak azt látjuk, meg ezt nagyon jól megfogalmazta, ezt az akasztják a hóhért effektust, hogy halljuk a szájából ugyanazokat a dumákat, amiket korábban ő is szkeptikusként fogadott, amikor egy hívőtől hallotta. És engem speciál, akkor egy kicsit elkezd idegesíteni, hogy ő annyira makacsul következetes. Annyira, annyira tartja magát a skeptikus éjjéhez, hogy kb, kb. hajlandó azt is beismerni, hogy, hogy hát igen, lehet, hogy az egészet csak halucináltam. Én magam is azt hinném, ha kívülről hallanám, hogy ez a legvalószínűbb. Nekem is a mondandó arra irányult, hogy a főhősnek azért megvan a maga karaktere, meg a maga makadsága, és akkor ezt, ezt jó, hogy te is így kimondtad, hogy igen... Ekkora igazság birtokába jutsz egyedül. Érted Akkor az minimum, hogy elmész a téma apostolának, és, és nem az van, hogy tíz évvel később jönnek a kiránduló iskolás csoportot, és azt mondod, hogy hát vagy vannak, vagy nincsenek földön kívüli lények, senki nem tudja. Te mit gondolsz, ugye? Kb. így van vége a filmnek. Hát lehet, és hogy akkor... megőrül ilyenkor az ember, mikor egy ilyen élményben van része inkább tényleg ahhoz tudnám hasonlítani ezt az élményt, mint mit tudom én, az apostolok a Bibliában, ugye? Tehát, ők láttak valamit, tapasztaltak valamit, és akkor mágiára mentek érte, a fél világot körbeértek, hogy mindenkinek elmondják, tök mindegy, hogy hülyének nézték őket, de úgy voltak, hogy na hát én tudok valami igazságot kötelességem megosztani mindenkivel, akkor is, ha hülyének néznek. A kapcsolatfelvétel az egy következő lépcső az emberiségnek, mondjuk ha voltak ilyen apostolok jelenései, vagy felvilágosodás, vagy valami, ahol elkanyarodott egy kicsit a történelemnek a, a menetiránya. A kapcsolatfelvétel az lehet, hogy egy olyan dolog lesz, hogy vagy belerokkanunk, vagy nagyon felemelkedik az emberiség. A Star Trek is szerintem ezt, ezt az irányt célozza meg, amikor, amikor ebben a témakörben készít filmeket vagy epizódokat igen, ez abszolút így van, és én is azt hiszem, hogy, hogy az emberiséget mindenképp egy következő szintre fogja emelni a kapcsolatfelvétel, hogyha támadó szándékú lesz az idegen civilizáció, akkor azért, mert akkor végre aztán a kicsinyes ellentéteinket hátunk mögött hagyjuk, hiszen van közös ellenség, ugye? Ha, de hát remélhetőleg, vagy valószínűleg talán nem, nem erről lesz szó mégse, de önmagában az a felismerés, hogy, hogy nem vagyunk egyedül, az, az, egy forradalom lesz. Az a kérdés, hogy mekkora forradalom, én ezt azért nem, nem misztifizálnám túl, mert például az európai kultúrkör ezen a forradalmon már sokszor átesett. Tehát amikor felfedezték Amerikát, és rájöttek, hogy ott is laknak emberek, indián civilizációk, amikről nem hallottak soha, hát az KB felért egy IT-effektussal, nem? Ezen a kollektív élvényen, hát nem az egész emberiség, mert akkor még nem volt, de mondjuk Európa úgy már átesett. Tehát, hogy, hogy volt ilyen, tehát ez az új világ, hát akkor, akkor, akkor azok, az volt a Seti, kezi csokolom. Hát a Kolumbusz Kristóf, meg a többiek, az volt akkor a Seti program, ha úgy tetszik. És, és hát ezen már túl vagyunk. De értem, amit mondasz, de valahogy nekem ez mégis egy annyival arányosabban nagyobb lépcsőfoknak tűnik, hogy ott a kozmoszban, ha van valaki szerintem az olyan horderejű, hogy mégiscsak szerintem nagyobb lesz, mint egy egy kontinensnek a, a felfedezése és az ottaniakkal történő kapcsolatfelvétel. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de úgy érzem, hogy ezt mégiscsak én a magam részéről egy kicsit jobban túlmisztifikálnám, mint mint az eddigi tapasztalatainkra ö, ö, épülő történelmi eseményeket. Ez így van, de én másfelől azonban azt mondom, hogy lehetséges, hogy igazából azt mondom, hogy hogy akkor az új világ felfedezését nem misztifizáljuk alul. Mert valószínűleg az az akkori embernek egy pontosan akkor a rohadt életbe élmény lehetett, hiszen az ő világuk még sokkal tágabb volt, vagy hát ha úgy tetszik, szűkebb, de éppen emiatt ne nekik az tényleg pont annyira távoli volt, mint nekünk a vega. Én azt gondolom, az egyszerű embernek mondjuk, aki akkor sétálgatott mondjuk itt. 600 évvel ezelőtt, de hát nem tudom. Nem tudom tényleg most ezt tényleg ezt nyilván, hogy en erővéi hozzáállását, vagy, vagy, hogy hívják Eli erővei hozzáállását behozva, nyilván ezt nem tudom bizonyítani, hogy én ezt gondolom. Tehát, ja, ez, az, az biztos, hogy nagy szám lesz ez a kapcsolatfelvétel. Kíváncsi vagyok, megérjük-e. Hát én remélem, bízom benne. Mikor lesz Ádám a felvétel napja? 43 év múlva. Szerintem azt még meg fogjuk mi, mi még tapasztalni. Viszont volt itt a filmben még egy dolog, amire ki akartam térni. Ez a, aki hát ilyen távoli ő, támogatója volt az Erovénynek, és a, a, az űrállomáson hunyta le végleg a, a szemét. Egy kicsit ilyen napjaink, Elon musk vagy ilyen, ilyen Isten emberszerűsége, és most az Isten az nem a vallási, vagy a nem a, a tényleg spirituális, meg ilyen magasabb létezési szint tekintetében, hanem értitek, tehát ez a nagyon-nagyon mm -hmm. nagyon kimagasló, ilyen zseni, vagy ilyen, ilyen ember, aki mozgatja a szálakat a háttérben. És ez nekem furcsa volt, hogy egy ilyen, hát nem mondom azt, hogy régi film, de egy ilyen akkori filmben már megjelenik egy ilyen alak. Igen, ez furcsa volt nekem, meg egyébként azóta se igazán értem, hogy ez a karakter miért kellett bele, de valószínűleg azért, hogy legyen, tényleg ez megadja ezt a, ahogy mondtátok, ezt a plusz lehetőséget, hogy ne legyünk annyira biztosak a, a dologban. A bizonytalanságot a végén. Nyitva igen. hagyja azt a lehetőséget, hogy... Akár eh, ő is csinálhatta az egészet. Igen. Egyébként a könyvben ez még meg van spékelve azzal, hogy, hogy, képzeljétek el, ez a filmből nem derül ki, de a könyvben az van, hogy amikor a Hedden meghal az űrállomáson, és egyébként már túl vannak az utazáson, akkor megszűnik a rádiójel. Tehát ez az IT által küldött rádiójel, ez az utazás után megszűnik. Ami ugye azért egy paradoxon, mivel hogy tudjuk, hogy a Vega az 26 fényévnyire van. Tehát akkor annak a jelnek már előbb meg kellett szülnie. Temporális baj van itt a forgatókönyvben. Így van. Hát a, ugye, a forgatókönyvben bele sem ment, de a, kö, de a kö, 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 könyv, könyvbe ez is, ez is ugye hozzáad a szkepticizmushoz. Tehát ott is az van, hogy azért próbálják meg a népek rákenni erre a hedönre. Ez Ez az egyik fő érv mert hogy másképp, hogyha nem a közelből jött volna a rádiójel, akkor hogy lett volna lehetséges, hogy pont a vizit, meg a Hedden halála után megszűnt volna a jel. Ez jó egyébként, ez most nekem kicsit kiegyenlítette azt a, azt a videófelvételes dolgot, úgyhogy megint egy kicsit bizonytalanabb, ez nekem így tetszik. Szóval az most... egész okokozati marhaságok, azok teljesen összekuszálódnak, amikor félregjáratok vannak. Ugye erről már a parallaxisba is beszéltünk nem egyszer, hanem legalább kétszer. Gumilepedő, és itt is van egy ilyen nyíló töltsér, ha jól emlékszem, meg ilyen féregjárat, amit... Igen, és már megint, már megint az az én problémám, hogy már megint csövek vannak ebben is, tehát persze ezt nagyon nehéz megjeleníteni, én értem, de emlékeztek talán, hogy az, hogy az egyik ilyen közönség találkozó, meg, meg kerekasztal eseményünkön bemutattam egyszer egy videót, ami azt mutatja, hogy hogy néz neki ténylegesen egy ilyen Einstein-Rosen hídon az átjutás, és persze nem úgy, hogy ilyen csövek vannak, hanem tök máshogy, mert hogy ugye három dimenzió, vagy négy dimenzióba kell ezt elképzelni, amit persze nem tudunk elképzelni. Na, de a lényeg az, hogy, hogy itt is a filmben ez egy kicsit zavart, hogy annyira rendesen megcsinálták a tudományt, még minden, és akkor egy kicsit ezen dolgozhattak volna még, mert a féregjárat az nem egy cső ott a tengerparton, amikor jött a David Morse, az apuka, akkor azt hittem, hogy először ilyen négydimenziós lény jön, mert hogy olyan furcsán közlekedett ott, meg olyan furcsán lehetett látni, de ez végül is akkor csak egy ilyen vizuális effekt volt, én meg azt hittem, ahogy ott megjelent ez a délibábszerű valami, hogy na most ez ilyen x-akták jellegű lényecske fogott ki bontakozni, szóval az egy para is volt, hogy úristen, most mi lesz itt, jön a kicsi szürke ember vagy zöld, és akkor láttam, hogy mégiscsak a fater pontakozott ki a ködből. Ez mondjuk jó volt, ezt élveztem, ez egy mester, mesteri húzás volt. Meg egyébként a film az nagyon jól meg van csinálva, azt kell, hogy mondjam. Például emlékeztek arra a kameramozgásra, amikor szalad a gyógyszerére a kis csaj, és aztán kiderül, hogy tükörképből láttuk az egész oda meg minden. Azért az nagyon jó, ez technikai dolog, de, de nagyon tetszik, hogy ezeket így. Tehát nagyon sokat dolgoztak ezen a filmen, na, 1997-ben, az biztos. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom még, hogy beszéljünk a zenéről. Az előző adásunkban ugye zenei listát állítottunk össze, nem került bele ennek a filmnek a zenéje, pedig Ellen Silvestri munkáját dicséri, és fantasztikus szerintem ennek a filmnek is a zenéje. Szerintem is, de egyébként ugye ugyan veledolgoztatott emlékém szerint a Forrest Gumpban és a Robert Zemeckis, és tökre hasonló karakterű szerintem a filmzene, mint a Forrest Gumpnak a zenéje, és mivel nekem az éget be előbb, ugye arról is persze nemrég beszélgettünk, hogy vannak ilyen nagyon beégű filmzenék. Ádám, veled együtt láttam először a Forest Gumpot, osztályfőnökünknél videótékából kikölcsönzött módon, és, és az, 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 hű, az nekem egy nagy élmény volt, és a zene is. És hát ez a zene, ez kb. majdnem ugyanaz. Tehát a hangzása is, kicsit a dallam is. Na mindegy, Ellen Silvestrit persze szeretjük meg minden. És jól illik a filmhez a zene, hát ez a lényeg. Szerintetek mi az oka annak, hogy a, az emberiség annyira vágyik rá, hogy legyen ott kint valaki, és végre kapcsolatba léphessünk, vagy ha nem is lépünk kapcsolatba, akkor legalább tudjuk, hogy hogy van ott valaki, és, és talán majd egyszer találkozhatunk. El is hangzik a filmben, Többször az a mondás, nem tudom pontosan idézni, de valahogy így hangzik, hogy ilyen kevés emberre ezt a hatalmas, nagy univerzumot kár elpazarolni. Így van. Hát, hogy miért van bennünk ez? Hát, pont ezért. Arthur Szikláknak a Gyermekkor Vége nevű könyve pont erről szól, hogy, meg, hogy amikor elérkezettnek látja az időt, akkor megjelenik Iti. E aki, aki, szépen lassan, de azt is csak lassan, ugye kis lépésekkel, ahogy itt a kontaktban is van, tehát szépen kis lépésekkel az emberiségnek. Először megszoka, megszoktatja az emberekkel ezt a tudatot, hogy vannak más civilizációk, aztán szépen lemegy három-négy generáció, és akkor egy ilyen felvilágosodott állapotba jut el az emberiség, ami egyébként az emberiségnek a végét is jelenti egyúttal, bizonyos értelemben. Szóval én azt hiszem egyébként az az, azért, ahol, amit egyébként az Eroway is megfogalmaz a filmben, azt hiszem, hogy azért lenne nagyon jó, hogyha lenne Iti, hogy tudnánk, hogy túl lehet élni. Mert, mert ugye, ha belegondolunk, azért az tényleg egy para, hogy mióta mi olyan civilizáció vagyunk, hogy mondjuk egy másik civilizáció észrevehetne minket, mondjuk a rádiójeleink alapján, mondjuk az kb. száz éve van így, vagy még kevesebb, azóta hányszor sikerült eljutnunk oda, hogy majdnem kiírtottuk a civilizációt. Mondjuk gondoljunk az 1962-es kubai rakétaválságra, ahol a nukleáris háború nagyon közel volt. És hát, tehát ez azt jelenti, hogy néhány évtized, tehát néhány évtizeddel azután, hogy felfedeztük azt a rádiót, amivel mi kintről észrevehetőek lennénk, néhány évtizeden belül majdnem sikerült magunkat elpusztítani. Tehát, hogyha évszázados vagy évezredes skálán gondolkozunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Hát az tiszta csoda, hogyha egy technikai civilizáció nem írtja ki magát. Hiszen a technikai fejlődésünk sokkal gyorsabb, mint a morális fejlődésünk. Olyanok vagyunk, mint egy kisgyerek, aki a, megtalálja az apuka pisztolyát, megtöltve, és azzal hagyon, hadonászik. Tehát mi ilyenek vagyunk. Tök jó lenne látni valakit, hogy ezen már túljutott. Mert én most nem adnék az emberiségnek sok száz évet, de hogyha találkoznánk egy civilizációval, aki már egy millió éve működget, akkor, akkor az jó lenne, hogy ah, oké, oké, akkor ezek szerint lehet. Most az a tény, viszont, hogy eddig a SETI programok nem találtak senkit, na talán most ez a 16 napos periódusú valami, talán ez lesz a nyerő, de az, hogy eddig nem találtak senkit, az azért engem nem tölt el optimizmussal, mert felsejlik egy olyan természeti törvény lehetősége, hogy azért van ekkora csönd, mert hogyha eljutunk arra a szintre, hogy már tudnánk értelmesen beszélgetni, akkor rövid úton kiírtjuk magunkat. Hát reméljük, hogy ez nem így van. Azon túl, hogy találunk valakit, azért az is jó érzéssel töltene el minket, embereket, hogyha egy jó helyet is látnánk, nem? Hogy ne úgy végződjön ez az űrutazásunk, hogyha lesz belőle valami, itt a Miklós szavai után, hogy felsóhajtunk és azt mondjuk, hogy hát mégse kellett volna azt a földet úgy, úgy árontani, vagy úgy vigyázni kellett volna rá jobban, mert ilyen hely nincs még egy a világon. Hát igen, ez egy nagyon szép kárszegeni gondolat. Ez gyönyörű, hiszen egyébként Kárszegen nem csak a kontaktot írta, hanem például ő volt az, aki kezdeményezte azt a programot, amikor a Voyager űrszonda, amikor már rég elhagyta a Neptunuszt is, visszafordította a kamerát a naprendszer belseje felé, hogy lefényképezze a földet, ami egy pici kék pötty volt, és ez a pale blue dot, ez a halvány kék pötty, ez egy ikonikus felvétel tényleg, mint egy nagyon messziről a föld, ez tényleg csak egy pix, pixelnyi pici pötty, a nagy fekete tök elhagyatott univerzumban, és hát ott lakunk, és azon a pöttyön van minden. Ezt abszolút a Kárszegen is átérte, ő nagyon aggódott ezért a bolygóért, ő nagyon nagy szószólója volt egyébként a klíma, a kutatásnak is, meg hogy erre figyelnünk kell, meg hogy az emberiségnek fel kell nőnie ehhez a feladathoz. Úgyhogy, ja, hát ez egy nagyon jó hely ez a bolygó, de igen, azért nem ártana egy B-tervhez vagy C-tervhez egy-két másik földszerű bolygó. Hát most már ilyeneket találnak, most már szépen sorban. Reménykedjünk benne, hogy majd egyszer eljuthatunk oda úgy döntöttünk, hogy ugyanúgy, mint a szomszédokban, záró gondolatokat fogunk még megfogalmazni a film egy-egy kitüntetett pontjával kapcsolatban. Ezt Ádám szeretné már nagyon elkezdeni, különös tekintettel a hangokra, igen, szerintem fantasztikus volt az a hang, maga a jel, ami a vegáról érkezett, vagy most már ki tudja, hogy honnan. Szóval ott a produkciós design az, az, fantasztikus volt, nagyon, nagyon eltalálták, mert egyszerre volt ijesztő, nyugtalanító, de hát azért mégiscsak íti üzen, szóval az baromi jó volt, és ha már hangok, Fehér Anna szinkronja, ugye ő volt Jodie Foster magyar hangja, és többek közt, ha már mi nagy stártekesek vagyunk, akkor mindenképp hozzá kell tenni, hogy ő volt Kira nagy a Deep Space Nine-ban is, ő szinkronizálta, szóval szerintem fantasztikus volt. Nekem nagyon tetszett az az üzenet, hogy a tudomány és a hit megfél egymás mellett. Felemelő volt, tele az emberi szarakodással, hazugságokkal, reményekkel, azokkal, amik mi vagyunk, mint emberiség és emberek. Úgyhogy Mankind Come of Age, fantasztikus film volt, olvasátok el a könyvet, én most elhatároztam, hogy el fogom olvasni. Nagyon helyes, és akkor a szomszédok félre záró gondolatból, akkor most én meg, ha már a hangokat kiemelted, akkor én kiemelném még azt a nyitó képsort, ami szerintem, vagy ha már elkezdi az ember nézni a filmet, és akkor, akkor rögtön szembesül vele, az a fantasztikus képsor, amikor a földtől elindulunk kifelé, és ugye eljutunk a galaxis szuperhalmazokig, és miközben megyünk kifele, szépen halljuk az egyre régebbi rádióadásokat a földről, aztán egyszer csak tök csönd lesz, mert oda már, már eljutunk abba a távolságra, abba a, nem tudom már száz fényéves távolságba, amikor már, ahova, aminél messzebbre már nem juthatott el a mi jelünk, még véletlenül se, hiszen az száz évnél régebben nem volt rádió. Most eltekintve attól elegánsan, hogy persze nyilván még a naprendszerbe repülünk bőven, amikor már 60-as évekbeli zenéket hallunk, meg minden. tehát, hogy, hogy nyilván azért valójában a naprendszer az csak néhány fény óra, átmérőjű, vagy mondjuk egy-két fény nap, hogyha már mindent beledézzük, de hát semmiképp se évek, de mindegy, de az egy, annyira nagyon jó, és annak a, a hogy, hogy ez hűha, a, és ennek egyébként vizu, visual artist, aki ezt csinálta, az egy kedvenc űrfestőim egyike, John Lamberg, aki Hawaii-szigetén él, és nagyon sokat dolgozott együtt Carl Szegennel, mert részt vett a Voyager tehát Aranylemez elkészítésében is, ami szintén Kárszegen ötlete volt, és a kozmos sorozatnak, az eredeti kozmos sorozatnak, ami szintén Kárszegen munkája volt, annak is ő volt a visual artistja, tehát ő volt az, aki csinálta a vizuális megjelenítését a sorozatnak, és, és hát marha jó. És ez volt egyébként, ez a nyitó szekvencia volt 1997-ben, amikor ezt csinálták, a valaha legyártott leghosszabb egybe levő CGI bejátszás, amit a film művészet történetében csináltak, mert ilyen hosszút ebből addig nem csináltak soha, írja a Wikipédia. De ez tényleg annyira fantasztikus, hogy még most is beleborzongok, ha megnézem. Úgyhogy szerintem ez is mindenképp egy olyan része a filmnek, ami miatt érdemes megnézni, már csak az első öt percet is. És ha már szóba hoztad Kárszegánt, meg a Kozmosz sorozatot, akkor ezt azért elárulhatjuk a, a nézőknek, hogy hamarosan, nem is olyan soká, még a sorozat harmadik évadja előtt, tehát az új sorozat második évadja előtt lesz egy fantasztikus kozmoszos adásunk itt a Parallaxisban. Nagyon fontos, hogy az Én vagyok Menyus című rajzfilm sorozatban már leszálltak a nap felszínén, úgyhogy sorry, Solar Orbiter projekt, amit itt a műsor elején bemondtatok. A hiánypótló és méltán népszerű rajzfilm már ezt a témát kimaxolta. Illetve ne felejtsük el, hogy Chuck Norris minden évben kiválaszt egy szerencsés gyereket és belehajítja a napba. Hát fiúk, nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt a Parallaxisban ezt kibeszéltük, és egyáltalán, hogy ezt a, ezt a filmet én meg tudtam tekinteni most így, mert lehet, hogy ha így ez nincsen, akkor én ezt soha nem látom. Nem tudom, hogy ez miért esett így ki. Ez be, a kell, dolog. be kell, hogy valljuk, hogy ez egy intervention volt, Csaba, és igazából az egész projektnek az volt a fő célja, hogy ezt a filmet végre megnézd. edukáljatok engem, jöjjek már ki a barlangból. Jó, hát nagyon jó volt egyébként, a, a, filmet is nagyon élveztem végig, és ezt a beszélgetést is. Reméljük, kedves hallgatók, hogy ti is. Legközelebb március 5-én hallhattok minket, akkor a katasztrófa filmekről fogunk beszélni, és azoknak a hát megalapozottságáról, vagy arról, hogy mennyire tekinthető valóságosnak a filmekben ábrázolt helyzet. Találkozzunk akkor is, tartsatok velünk, illetve találkozzunk április 5-én is a kapcsolat felvétel napján, amikor a Star Trek univerzumában megjelentett kapcsolat fogjuk ünnepelni, de én azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy milyen a kapcsolat felvétel, ha egyszer lesz, akkor azt mindenképpen érdemes megünnepelni. Úgyhogy gyertek el a Volt 51 Gamer Barba és bulizzatok velünk. Miklós, Ádám, köszönöm szépen, sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a Fantastikumból? Olvasd a parallaxismtvhu t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt, a Tilos Rádióban. A Tudományos újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az mtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.